Előbb nádas, majd lakóház égett, akad dolguk hétvégén is a tűzoltóknak. Húsvét a Covid árnyékában jutott idő a sokat halogatott háztartási munkák elvégzésére is. A két nép barátságát hirdeti, virágzik a japán cseresztyefasor a Várkonyi téren. Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok TV nézőit. Április 6-án kedden 19 órakor az aktuális látják a nap és a hétvége híreivel. Lakóház és nádas is égett az elmúlt napokban. Csütörtökön Szolnok határába hétfőn este Szajol belterületére riasztották a katasztrófavédőket. Komolyabb személyi sérülés egyik tűzesetnél sem történt. Szajolban azonban a hatalmas lángok szinte teljesen elpusztították a lakóházat, a melléképületet és az udvaron tárolt eszközöket. Szörnyű látvány fogadja Szajolban a Gólya úton élőket. A hétfőn este lángba borult lakóépület fekete, a farészek elszenesedtek, az udvaron minden elégett. Az esti órákban riasztották a katasztrófa védőket, hogy lángokban áll az épület. A három lakó és a szomszédok, amint észrevették a tüzet, azonnal oltani kezdtek. Mi igazából a fürdőszobának az ablakából észleltünk ház nagyságrendű lángokat. Egyből ugye a két gyermek és a feleségem egyből beültek egy autóba, és két sarokkal arrébb megálltak. Én próbáltam itt a villanyórát lekapcsolni, próbáltam átmenni a szomszédhoz, át is sikerült menni, ott láttam, hogy már próbálják oltani, de nem sok esély volt rá, hogy eloltsák. A tűzoltókat ugye folyamatosan hívták, a gázcsongot elzártuk, viszonylag gyorsan kértek a tűzoltók, nagyon szépen köszönjük a munkájukat. A tűz mintegy 400 négyzetméteren égett. A helyszínre a szolnoki, a ceglédi és a mezőtúri hivatásos tűzoltókat riasztották. Hét vízsugárral és kéziszerszámokkal néhány óra alatt sikerült megfékezniük a lángokat. Sikerült két gázpalackot is kimenteni az épületből, a harmadik azonban még odabent felrobbant. Ennek maradványai most is ott vannak a kerítés mellett. A család másnap próbált valami használhatót találni a romok alatt, de nem jártak sok sikerrel. Egy bográcsolás után kipattanó szikra okozta ezt a hatalmas nagy tüzet. Azért lett belőle ilyen óriási tűz, mert itt egy fedett területen minden száraz volt. Fa, bútorok, egy hatalmas kocsink, a csodás új kocsink, és mindenünk oda lett. Ráterjedt a házra, és minden elégett. Kiégtek az ablakok, az ajtók, az összes elektromos eszközünk. Egy szuperül felszerelt konyhám volt itt a bejárat után, hát semmi nem maradt. Az oltás idejére a környező ingatlanokat kiürítették, 14 embernek kellett elhagynia otthonát. Ők később visszamehettek lakóházaikba. A leégett épületben élőket rokonoknál szállásolták el. Ez pedig már Szolnok határában a Besenyszögi út melletti nádas. Itt csütörtökön gyulladt ki 15 hektárnyi terület. 5 nappal később a hideg időben még gőzölgött a talaj. A milléri holtág mellett a halastó környékén égett a növény. Ugye magától a jelenlegi időjárások következtében nehezen tud kigyulladni, viszont ugye itt lehet szó emberi mulasztásról, esetlegesen, mivel a pontos okát nem ismerjük, de beszélhetünk itt akár egy égő cigarettacsikről, vagy esetleg illegális égetésről, esetleg itt bármi szóba jöhet. A tüzet a szolnoki és a ceglédi tűzoltók fékezték meg. Személyi sérülés nem történt. Húsvét kicsit másképp. Idén a korlátozó intézkedések miatt sokan választották a szabad levegőt, az előrelátóak pedig hozzáfoghattak a sokat halogatott háztartási munkák elvégzéséhez. A karanténban vagy szűk családi körben töltött ünnep így a megszokottól eltérően zajlott. Terveztem ugye a festést, eddig ugye nem volt rá időm, most viszont a hosszú hétvégén úgy döntöttem, hogy ezt meg tudom csinálni itthon, mivel a járványhelyzet véget úgyse tudok menni sehova se. A Bimbó úti garázs soron dolgozó Ádámhoz hasonlóan sokan használták ki jobb hián a kényszerű pihenőt arra, hogy sort kerítsenek végre a régóta halogatott teendőkre. Jelenleg ugye a szabályozások véget ugye nem lehet menni locsolkodni, meg nagyjából sehova se, így úgy döntöttem, hogy az itthoni munkákat fogom csinálni a hosszú hétvége alkalmával. Akiket szabadba csábított a napos idő, többségében a vízpartot keresték föl. Az Abátszalóki strand pára kapuját húsvéti locsoló kapuvá alakította az üzemeltető. Ezt a Tiszakécskéről érkezett családot éppen ebédidő közben zavartuk.
Gyere, mama, jó van, jó van. Váradiék az unokákkal érkeztek a Tiszatóhoz, természetesen szájmaszkkal. Most is itt van kéznél, mindig állandóan hordjuk magunkkal, és most is kellene föltenni, ugye, mert közelebb jöttek. Még nem voltak itt, addig nem megettünk, de így akkor föltesszük. Sokan érkeztek Dunántúról is a hosszú hétvégén az alföldi látványosságok kedvéért a tóhoz. A Tatabánya melletti vértes szőlősieknek is vonzó a Tisza. Anyáik úgy döntöttek, hogy szeretnének egy kicsit kint lenni, és kijöttünk. Nézd bele ebbe! Azt mondták, hogy mozduljunk ki, nem kell a sulival legalább foglalkoznom, én örülök, hogy kimozdulhatunk egy kicsit. A vízbe köveket, idegen anyagokat dobni tilos. Nagyon szeretünk ide járni, minden évben lejárunk, kötődünk ide. Szeretjük a vízpartot, igazából az állatvilág a gyerekeknek nagyon tanulságos, és igazából a nyugalom miatt mi Budapestről jöttünk, és szeretünk kiszabadulni így vidékre. Bár az ittas és gyors hajtás a Tisza tógátján nem volt tetten érhető, a rendőrség a hosszú hétvégén 38 gépkocsi vezető esetében mutatott ki alkoholos befolyásoltságot. Ezzel az idei húsvét a csendes évek közé tartozott, derül ki a polisz.hu összesítéséből. A járás dátum ellenére sokan a házi orvosi rendelőkben és az oltópontokon kezdték a hétfői napot. A hosszú hétvégén sem állt meg ugyanis az élet az egészségügyben. Valamennyi oltópont és rendelő várta az oltásra regisztráltakat. Különleges volt az idei húsvét hétfő Szolnok egyik csendes város részében, a Pletyka faluban is. Ebben a rendelőben is oltottak délelőtt. Székely Enikő praxisában 10 kaptak ismétlő Sinopharm, 20 pedig első körös AstraZeneca vakcinát. Mint ismert, bővült az AstraZeneca vakcinával oltatók köre, így már a 60 év alatti veszélyeztetett krónikus betegeknek is adható. Ezért ebben a körzetben is kiértesítették a regisztráltakat, hogy hétvégén is mehetnek oltásra. Meglepő örömmel fogadták a lehetőséget, és sok aktív korosztályhoz tartozó betegem kifejezetten örült ennek a lehetőségnek, hisz munkaidőben sokkal nehezebb megszervezni azt, hogy adott időpontra eljussanak oltásra, és az AstraZeneca oltóanyag jellemzően olyan, hogy ott 10 fő együtt kell, hogy legyen adott időpontban, és ezt nehezebb megszervezni az aktív korosztály esetében. Brigitta már nagyon várta az oltást, szívesen jött húsvét reggel. Kereskedelemben dolgozok, és eléggé ki vagyunk téve a embereknek. Rita február közepén regisztrálta a családját. Örülök neki azért, mert hónaptól dolgozom, itt lakom a Pletyka faluban, itt most el tudtam pár perc alatt sétálni, hogyha hónap kellett volna jönni, akkor valószínűleg meg kellett volna szakítani a munkámat. Úgyhogy ezért jó nekem, hogy inkább most jöttem szívesebben, mint hétköznap. Zsuzsa is szívesebben ugrott át húsvét hétfőn a rendelőbe, hisz így nem kellett megszerveznie munkahelyéről az utat a hétköznapi oltásra. Teljes egészében meglepetés volt, amikor tegnap felhívott, hogy akár már ma is húsvétkor. Hát valóban nem egy megszokott húsvéti program a locsolkodások közepette. Bár a locsolkodás az most úgy egy kicsit visszafogott program. Ezen a húsvéton szerintem nem csak nekünk, hanem mindenki másnak is. Az oltás után minden családban jutott idő a családi együttlétre, még a doktornőjéknél is. A férjem oltóponton orvos, tehát nekem mondjuk ez egy családi húsvéti hagyomány lett, úgy tűnik, hogy ez minden szempontból így alakult. A gyerekem természetesen megérti, és úgy időzítettük, úgy terveztük ezt a rövid családi együttlétet, hogy ez beleférjen. Országszerte folyamatosan zajlik az oltás. A beoltottak száma hétfő délelőtt meghaladta a 2.432.000-et. Csak nem 922.000-en pedig már a második oltást is megkapták. Határozottan ellenzés elhamarkodottnak tartja szerintük idő előtti április 19-i iskola újranyitást a pedagógusok szakszervezete. A PS szerint képtelenség betartani a tantermekben a járványügyi óvintézkedéseket, mivel egy helyiségben akár 25-35 gyermek is tartózkodhat. A szakszervezet arra kéri a kormányt, addig ne nyissák ki az intézményeket, míg ki nem alakul a védettség a pedagógusokban, vagyis csak a második oltás után.
Az oktatásban dolgozókat és számos egészségügyi szakembert nyugtalansággal és félelemmel tölt el, hogy az első oltást követően akár napokon belül a rendelet szerint április 19-től vissza kell térni a tantermekbe, olvasható a pedagógusok szakszervezetének nyilatkozatában. A PS arra kéri a kormányt, hogy az eddigi kormányzati útmutatásoknak megfelelően biztosítsa minden pedagógus oktatásban dolgozó számára a biztonságos munkavégzést. Végzés feltételeit. A pedagógusok szakszervezete kéri, hogy fontolják meg a nyitást, halasszák el. Tudom, hogy ma jelentették be hivatalosan. És el fogjuk érni a lélektani határt a 2,5 millió beoltott társainkat. Tehát halasszák el, amíg a védettség kialakul, és a szabályzókat, jogszabályokat ezzel kapcsolatosan nagyon pontosan hozzák meg, gondolva azokra is, akik még nem tudják, vagy valamilyen oknál fogva nem is fogják tudni beoltatni magukat. A jelenleg engedélyezett oltóanyagok közül a Pfizer, a Sputnik és a Sinopharm második adagja 3 hét múlva adható be. Ezt követően a lehető legnagyobb védettség kialakulásához még további 2 hétre van szükség, éppen ezért elhamarkodott az április 19-i nyitás, folytatta az elnök, hozzátéve, el kell kerülni, hogy az iskola a járvány negyedik hullámának meleg ágya legyen. Sok tanár és oktatásban dolgozó, valamint családtagjaik élete és biztonsága múlik ezen a pár héten, szögezte le Földváriné Jeneses Katalin. Sajnos a halálozási mutató országosan is elkeserítő. Az oktatási intézményekben dolgozók körében is. A legutolsó információm az, hogy országosan 69-től, ez húsvét előtti információ. Ez az a szám, akikről biztosan tudjuk, hogy oktatási intézményben dolgoztak. A közoktatásban dolgozók 75%-a regisztrált a védőoltásra. A pedagógusok előrehozott oltása április 1-én kezdődött. Balázs Péter után Barabás Botond lesz a Szolnoki Szigligeti Színház új igazgatója. A székely udvarhelyi születésű Jászai Díjas színművész 17 éve játszik Szolnokon. A direktori posztra benyújtott 3 pályázatot először egy szakmai grémium, majd a megyeszékhely önkormányzati szakbizottsága bírálta el, a döntést pedig csütörtökön Szolnok polgármestere hozta meg. Mint ismeretes, a Szigligeti Színház épületének rekonstrukciója alatt már a 2. évadát kezdte meg a helyi Agórában a társulat, melynek új vezetője elsősorban a visszaköltözéssel kapcsolatos teendőkre koncentrál. Mint mondta, a legfontosabb, hogy a nézők érdeklődése ne apadjon el a Covid ellenére sem, emellett az eladott rekordszámú jegy és bérlet sugallta bizalom is megmaradjon hosszú távon. A siker mindenkinek egyértelmű, tehát azt szeretném megtartani, és ezen belül azokat a nüanszokat, amit én a koromból kifolyólag, meg a színházi látásomból kifolyólag másképp gondolok, ezeket nyilván erősíteném. Miután ez egy vidéki színház, és a megye egyetlen színháza, tehát mindenféleképpen minden műfajt szeretnénk megmutatni, de mindent a legmagasabb fokon. Erre partnereim Turci István, irodalmi és képzésvezető, valamint Csiszár Imre, művészeti vezető főrendező. Kedves nézőink, Önök az aktuálista, a Szolnok Televízió keddi hírműsorát látják. Nézzük, mi lesz még a folytatásban röviden. A két nép barátságát hirdeti, virágzik a japán cseresznyefasor a Várkonyi téren. Izgalmas lesz a szerda, hétközi fordulót rendeznek az MB2-ben, a szolnoki MÁV FC tévés meccset játszik Pécsen. Teljes pompájában virágzik a japán cseresznyefasor a Várkonyi téren. Ha csak nem 500 csemetét, a város és a Magyar-Japán Baráti Társaság összefogásával telepítették 6 évvel ezelőtt. Még néhány év és a fák koronája a sétány fölött összeírve virágzó alagútként hirdeti majd a tavaszt Szolnok belvárosában. Speciális oltványok szegélyezik a kanyargós sétautat a Várkonyi tér parkjában. Az anyanövény, a jedói cseresznye, Szolnok japán testvérvárosából származik. Az első növények a 90-es évek elején és közepén ajándékként érkeztek Juzából,
ezek lettek a csemeték oltványai. Az alsótekeresi faiskolával közreműködve egy megoldást találtunk. Ezeket az oltványokat, amit itt látnak, ez duplán vannak oltva, ami azt jelenti, hogy a talajban lévő gyökérzet az egy vadcseresznye alany. Egy nagyon jó törzsnevelő cseresznyét kerestünk, ez pedig a mindenki által ismert germesdorfi gyümölcstermő cseresznye, majd a koronába azt a jedói cseresznyét oltottuk, amit még korábban a japán barátainktól kaptunk. A Magyar-Japán Baráti Társaság évtizedes tevékenysége számos élő kulturális és gazdasági kapcsolatot adott a városnak és a térségnek. A 2015 márciusában elültetett, Várkonyi téri dombok mellett húzódó fasor, amellett, hogy ennek az együttműködésnek is emléket állít, ablakot nyit a japán hagyományok világára is. Így a 8. század óta ünnepelt cseresznyevirágzás ünnepére, vagyis a szakurára. Újjászületés és az elmúlásnak egy nagyon komoly jelképét viselik ezek a cseresznyefák, ezek a virágok, hiszen a tavasz első hírnökei, majd aztán ugye elvirágoznak, és utána tovább gyakorlatilag csak a hűvösükkel szolgálják az embereket. És itt egy pici párhuzamot, ha megengednek, akkor megemlítenék, hogy nekünk szolnokiaknak is van egy ilyen történelmi élőlényünk, ez pedig a kérész, aki ugye gyakorlatilag ugye föléled, majd aztán néhány múlva elhal, de az újjászületés és az elmúlás ismét megjelenik Szolnok város életébe. A húsvét utáni első munkanap a viharos széllel érkező hófelhőkkel és lehűléssel nem kedvezett a szabadtéri programoknak, így a sétánok sem. A dúsvirágzatú fák azonban még jó néhány napig őrzik tavaszi ruhájukat. Érdemes megnézni őket. 76 éve 1945. április 4-én hagyta el Magyarország területét az utolsó német katona, és ezzel véget ért hazánkban a II. Világháború. A Magyar Munkáspárt szolnoki szervezete rövid megemlékezést tartott vasárnap a magyar áldozatok és a szovjet hősök emlékművénél a Körösi úti temetőben. A szűk körű megemlékezésen a járványhelyzet miatt elmaradtak a szokásos beszédek. Az egybegyűltek először a szovjet katonák emlékművénél, majd a II. Világháború magyar áldozatainak emlékhelyénél koszorúztak, ezzel adózva a hazánk területén csaknem 5 éven át tartó világégés valamennyi katonai és polgári áldozatának emléke előtt. Izgalmas lesz a szerda, hétközi fordulót rendeznek az MB2-ben, a Szolnoki MÁV FC TV-s meccset játszik Pécsen. Kora délután elindul a férfi kosárlabda magyar kupa döntője egy ugyancsak jónak ígérkező Alba olajmeccsel. Nem éppen lélekemelő játékkal szerzett egy pontot, vagy vesztett kettőt vasárnap a MÁV. A Kaposvár elleni hazai 0-0 után Pécsen lehetne javítani. A PMFC 30 forduló alatt 55 pontot szerzett, ezzel a negyedik helyen áll. Viszont csak 4 pont a hátránya a még feljutó helyen álló Vasassal szemben, így aligha fogja ellötyögni a holnapi meccset. Már csak azért sem, mert az M4 Sport negyed héttől élőben közvetíti. Legutóbbi 5 meccsén a Pécs 8 pontot szerzett, vasárnap Siófokon győzött, igencsak meggyőző játékkal 4-1-re. A 43 pontjával 10. MÁV nincs ennyire jó paszban. Előző 5 meccsén 4 pontot gyűjtött, a válogatott szünet előtt ugyan legyőzte a Vasast, ami komoly fegyvertény, ám azóta kikapott Ajkán, majd jött a már említett Kaposvár elleni 0-0. Nem javítja a szolnoki esélyeket az sem, hogy a MÁV FC vendégként eddig egyetlen mérkőzést tudott nyerni, még február közepén Siófokon. Igaz, 8 alkalommal játszott döntetlent idegenben, és csak 6-szor kapott ki. A Pécs 8-szor nyert otthon, a Budaörstől és a Debrecentől viszont kikapott. A közelmúlt pécsi emlékei összehasonlíthatatlanul szebbek, hiszen a két csapat októberi mérkőzését a PMFC nyerte 1-0-ra a Tiszaligetben. Mire elkezdődik a foci meccs, már tudni fogjuk, hogy elődöntőt játszik-e a Magyar Kupában a Szolnoki Olaj. 13 órakor kezdődik a 8-as döntő, a nyitó tánc pedig az Albáé és az Olajé. A bajnokságban mutatott teljesítmény alapján szolnoki siker valószínűsíthető, hiszen az alapszakasz győztes a Tiszaligetben ugyancsak 85-83-ra nyert, Székesfehérváron viszont izgalommentesen 85-70-re gyalulta le az Albát. A szolnoki csapat nagy pénteken egy paksi felkészülési meccsel készült a
kupa hétre. A 89-86-os győzelem mellett az is bizakodásra adhat okot, hogy hosszú kényszerszünet után végre már játszott és 17 pontot dobott Gibson. Az 5. légiós bevethetőségével plusz egy emberrel bővült a szolnoki rotáció, ami egyáltalán nem elhanyagolható szempont, hiszen remélhetőleg vasárnapig 3 meccset játszik a Szolnok. Az Alba olajgyőztese a döntőbe jutásért a Falkó Pécs továbbjutójával játszhat pénteken. Kedves nézőink, most pedig olvasnivalót ajánlok a szerdai Új Néplapból. Nem csupán korábban, több hétvégén keresztül, de az eltelt csendes ünnepnapokon is nagy mozgolódás volt a Volánbusz ZRT szolnoki Nagy Sándor József úti telephelyén. A társaság Lenner Ádám tájgazdálkodási és természetvédelmi mérnökkel együttműködve keres megoldást a telephelyen található fecskefészkek áttelepítésére. Céljuk, hogy munkavállalóiknak és a madaraknak is megfelelő megoldást találjanak, írja a megyei napilap, mely szerdán Karcag és környéke Tiszazugi, valamint Kék Lámpások nyomában oldallal is jelentkezik. Az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Előbb nádas, majd lakóház égett, akadt dolguk hétvégén is a tűzoltóknak. Húsvét a Covid árnyékában, jutott idő a sokat halogatott háztartási munkák elvégzésére is. A két nép barátságát hirdetté virágzik a japán cseresznyefasor a Várkonyi téren. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió keddi hírműsorát látták, beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Mára valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szerdán hírek plusszal, majd a szokott időben 19 órától aktuálisra várjuk ismét Önöket. Tartsanak velünk, viszontlátásra!